Szervusztok, üdvözöllek benneteket! Mai témánk címe: milyen a jó illusztráció? Hát lehet egy illusztráció jó, lehet rossz, de először minden esetre tisztázzuk, hogy mi is az az illusztráció. Tehát a meghatározás szerint, amely egyébként nem teljesen exakt, tehát többféle meghatározás is létezik, de minden esetre a lényeg az, hogy az illusztráció egy szöveg értelmezését elősegítő és azt szemléltető képjelen, és ez a kép, ez megjeleníti a szöveg tartalmát. Hát ezután nézzük, hogy miért fontos egyáltalán, hogy legyen illusztráció, vagy milyen okból készítenek illusztrációt valamilyen szövegi tartalomhoz. A jelentősége az, hogy az agyunk az információt többféleképpen dolgozza föl, illetve rögzíti. Ugye agyunknak két féltekéje van, egy bal, illetve egy jobb, és hát itt a pszichológia és az agykutatás eljutott oda, hogy lehet azt megmondani, hogy melyik agyféltekében mi az, amit tárolunk, vagy mire használjuk a különböző agyféltekéket, és ennek megfelelően a bal agyfélteke az a képekben gondolkodás, a kreativitás, az érzelmek helye az agyban, a jobb agyfélteke az pedig az adatok rögzítésére, logikus gondolkodásra, a tények megjegyzésére használatos területe az agyunknak. És hát akkor ebből belátható az is, hogyha egy szöveges adatot vagy tényt, amelyet közölnek velünk, azt megtámogatunk egy vizuális képi elemmel, akkor itt egyszerre mindkét agyféltekénkben rögzül, elraktározódik ez az információ, tehát hatékonyabb, hatásosabb, mintha csak az egyikben. Mi az illusztráció funkciója? Tehát hogyan, aki egy illusztrációt készít, annak kell tudni, hogy miért készíti ezt az illusztrációt. Lehet ez egy értelmező illusztráció, vagyis a szöveg bizonyos részeire mondhatjuk, hogy egyszerűbb lerajzolni, mint elmondani. Ugye ezt talán szoktuk mondani, vagy egyszerűbb megmutatni, mint elmondani. Hát akkor egy illusztráció sokban segíthet. Tömörítés is lehet a szerepe, vagyis egy kép gyakran többet mond ezer szónál, mondjuk lehet ezt mondani, tehát hogy egy képben sokkal jobban meg lehet érteni valamit, rövidebb idő alatt hatásosabban befogadjuk, mint hogyha hosszasan, ugye szavakkal, szövegben ecseteljük ezt és próbáljuk körülírni. Lehet az illusztráció egy tovább gondolkodás eredménye, vagy egy tovább gondolkodás serkentője is, amikor az adott szövegben konkrétan nem szereplő, de a szövegben, mondjuk szövegben utalt, ráutaló elemet jelenítjük meg képileg. Tulajdonképpen ezzel a gondolkodási mechanizmusunkat segítjük, vagy visszük tovább. A tömörítéshez egy kicsit talán hasonló, de azért más, hogy az illusztráció segíthet kiemelni a lényeget. Ugye van egy hosszabb leírás, vagy egy hosszabb szöveg, amit hallunk, olvasunk, és akkor ugye el is gondolkozunk rajta, hogy jó, de hát mi itt a lényeg? És azt a lényeget, azt egy képben magunk előtt látjuk, akkor ezt könnyebben meglátjuk, vagy megértjük utána a szövegben is. Lehet az illusztráció egyszerűen egy szubjektív dolog, vagyis ha én elolvasok egy szöveget, vagy meghallgatok egy szöveget, utána arról valami eszembe jut, vagy abból valamit ki szeretnék emelni, és egyszerűen azt lerajzolom, hát hogyha tudok rajzolni természetesen, és akkor ilyen értelemben a szövegből én hát tetszőlegesen kiemeltem valamit, és ezt teszem mellé illusztrációként. Vagy lehet egy többlettartalom is még az illusztráció, amikor azt mondjuk, hogy ami a szövegben szerepel, azt egészítjük még ki, azt gazdagítjuk még egy képi elemmel, tehát ami a szövegben szerepel tulajdonképpen vagy az látszik az illusztráción, vagy az és még valami, tehát mindenképpen egy többletet ad az,
hogy képileg is látjuk ezt, és nem csak szövegként fogadjuk be. Tehát az illusztráció ugye természetesen egy vizuális megfogalmazás, és hát lehet többféle megfogalmazása képileg valaminek. Lehet egy ábra, vázlat, fotó, egy embléma, vagy lehet akár ez egy művészi igényű dolog. És akkor ezeket most egy nézzük sorban, példákat szeretnék erre hozni, mutatni, hogy mire gondolunk itt. Tehát lehet egy illusztráció, egy egyszerű ábra, beszélek valamiről, és egy ilyen kis rövid és tömör ábrával, mondjuk a lényeget szeretném itt hangsúlyozni, hogy valami hogyan emelkedik ki, milyen irányba tart, hát most bármilyen szöveget gondolhatunk ide mögé, de ez végül is egy tömör és informatív ábra. Lehet ez egy vázlat, tehát amikor olyasmire gondolunk, hogy a szövegben szereplő tartalom, az valahogy megjelenik képileg, de hát nem egy kidolgozott valami, hanem inkább csak, mint hogyha mi is együtt gondolkodnánk a szöveggel, vagy a szövegben leírt gondolatmenet mentén, ugyanezt a gondolatmenetet itt képben is megfogalmazzuk, és akkor egy ilyen vázlatot lehet a szöveg mellé tenni illusztrációként. Lehet ez egyszerűen egy fotó, ugye itt például, ha egy természettudományos szöveg, és én akár erről a rovarról, egy katicabogárról itt részletes tudományos leírást készítek, akkor utána azért nem árt megmutatni például egy fotón, hiszen az a legpontosabb, hogy miről is szól ez a szöveg. Lehet egy embléma, tehát amikor maga ez a tömör képi megjelenés, ez egy olyan ismert, leginkább egy ismert üzenetet hordoz, ami kapcsolódik a szöveghez. Tehát ezt az emblémát választottam itt most ki, de nyilván bármelyiktek rá tudná vágni rögtön, hogy itt én valószínűleg a Batman című filmről mondtam el egy hosszabb előadást, és akkor ezt ezzel az emblémával, ezzel az illusztrációval támasztottam alá. És lehet egy ilyen illusztráció, akár egy művészi igényű képi megfogalmazás. Itt például egy festményt hoztam példának, ugye ez Munkácsi Mihály Golgota című képe, és ismert a szöveg a Bibliából, az Új Szövetségben, ahol részletesen négy különböző leírást is, ugye a négy evangéliumban olvashatunk arról, hogy hogyan feszítették keresztre Krisztust, Jézus Krisztust. Hát ez egy elég bonyolult és hosszú leírás, és ugye mint többféle leírás, négyféle is létezik belőle, és hogy kihámozni ebből, hogy tulajdonképpen ott hogyan és mi történt. Hát például Munkácsi itt ezt egy képben összefoglalta és elénk tárta. Tehát ez ilyen szempontból nyilván illusztrációnak tekinthető, hiszen egy ismert történetet mond el ez a kép, de hát nyilván ez egy művészi igényű megfogalmazás. És utána, illetve végül még ki kell térni pontosan erre, hogy most milyen minőségű lehet egy illusztráció. Hát nyilván ez gyakran meghatározza az is, hogy milyen célból készül ez az illusztráció, és hát nyilván van egy olyan összefüggés is, hogy ki az, aki ezt az illusztrációt készíti. Tehát egy illusztráció lehet hasznos, vagyis, hogy pontosan ezt a befogadást, a tartalomnak a könnyebb, mélyebb, gyorsabb megértését segíti. Lehet kifejező, vagyis amikor azt mondjuk, hogy pont azt látom az illusztráción, amiről ez a szöveg szól. Tehát nekem ez pont egy teli találat. Lehet pontos, amikor, hát mondjuk itt erre a fotóra vagy fényképre utalnék vissza, de gyakran hozzátehetjük, hogy természettudományos leírásokban szívesebben használnak rajzot, hiszen egy fotó egy bizonyos egyednek egy valamilyen állapotát mutatja, egy rajzon pedig ki lehet domborítani, ki lehet emelni azokat a jellegzetességeket, amelyek mondjuk egy adott növényfajhoz vagy állatfajhoz tartoznak. Tehát pontos is lehet az illusztráció, ez ilyen esetekben például tudományos illusztrációknál nagyon lényeges lehet, és hát lehet művészi, ugye arra az előbb hoztunk itt, illetve hoztam egy példát, egy nagyszerű művésznek egy nagyszerű festményét,
de hát ilyesmit lehetne még tovább sorolni, de azért mondhatnánk olyan példákat is, vagy gyűjthettek akár, amikor egyszerű könyv illusztrációk is művészi igényűek, és ezzel gyönyörködtetik az olvasót, tehát egy vizuális élményt is nyújtanak. Hát ezek alapján, az elmondottak alapján talán már ti is jobban meg tudjátok ítélni azt, hogy milyen egy jó illusztráció, vagy kedvetek lehet akár ahhoz is, hogy ti magatok is készítsetek egy jó illusztrációt. Sok sikert hozzá, szervusztok!